szeretettel köszöntöm Önöket, és engedjék meg, hogy bemutassam a ma esti beszélgető partnereimet, Merényi Judit, előadó művészt, akit nem nagyon kell bemutatni a kedves közönségnek, mert akik az Óbudai Társas Körben megfordultak, már pedig megfordultak sokan, ővele találkozhattak, 20 éven keresztül vezette az Óbudai Társas Kört. Engedjék meg, hogy bemutassam Hegedűs Valér barátomat, aki nekem legalább 30-35 éves igen jó barátom, kiváló zongoraművész, és aki zenével foglalkozik, vokális zenével Magyarországon, szerintem nincs olyan énekes, aki őt ne ismerné és ne szeretné. A ma esti beszélgetésünk tulajdonképpen egy kötetlen beszélgetés lenne. A költészet napja adja az apropót. Ugye tudjuk azt, hogy április 11-e József Attila születésének az évfordulója, 1905-ben született József Attila, a nagy magyar költő, és 1937-ben tragikusan halt meg. És ez az költő óriás emlékére 1964-ben úgy határozott a kulturális vezetés, hogy április 11-ét ennek az óriás költőnek a születésnapját, a költészet napjának szenteljük. Hát ez lenne a mai beszélgetésünk témája, a költészet, az, hogy a költészet hogyan kerül az ember életében, hogyan változtatja meg az életünket, hogyan változtatja meg esetleg a látásmódunkat, milyen örömöket, milyen bánatokat, milyen gondolatokat ébreszt bennünk. És megnézzük azt, hogy a költészet és a muzsika egymással milyen rokonságban vannak, és megnézzük azt, hogy amikor költészetről beszélünk, akkor valahol rejtve ott van a muzsika is, és amikor a muzsikáról beszélünk, akkor tulajdonképpen ott van a költészet is. Én rögtön átadnám a szót Merényi Juditnak, hogy kezdjük József Attilával, ezzel a fantasztikus óriással, akit talán még mindig nem tudunk megfelelőképpen értékelni. Judit, mit tudsz te József Attilával kapcsolatban közelít mondani nekünk? Hát nekem egészen furcsa kapcsolatom van József Attilával, illetve hát így aztán az ő költészetével, ugyanis az én nagyapám volt 1922-ben Makón annak az internátusnak az igazgatója, ahova József Attila járt. És a nagynéném, az a Gebe Márta, akihez az első szerelmes versek íródtak annak idején, és még mindig a családunk birtokában van a Szépség koldusa, József Attila első kötetének az a darabja, amelyre Attila még kézzel írta fel az Ózordon Szépség című verse elejére, illetve ott a könyvnek az elején ez a motto van, hogy versemmel, hogyha megelégszel, kínáltam úgyis már elégszer, fogadd el véres, könnyes ékszer. És ez a verses kötet az én unoka húgom birtokában van. Sajnos nagyon sok kéziratot a nagynénémtől gyűjtők kikuncsorogtak, és elkótyavetjélődött egy elég sok kézirat. Úgyhogy ez az 1922-es év okán, és hát ezt a szüleimtől, ugye ezt a nem legendát, hanem azt a szép történetet hallottam egész kis gyerekkoromban, és itt van az a József Attila kötet, ami apámé volt, a neve bele van írva, és bejelölve azok a versek, amelyeket ő különösen szeretett, és ebből a 22-es évből íródott versei közül elmondanék mostan. Jó? Nagyon megköszönjük. Az én ajándékom, ez az egyik versnek a címe, és ez a vers cím az én második lemezemnek is a címadója, úgyhogy mondhatnám, hogy ez az egyik kedvenc versem. Különben is itten ilyen kedvenc verseket hoztam, és akkor azt majd itten megosztom.
Hát reméljük lesz rá időnk, amennyiben nem elég az idő, akkor újra visszajövünk. Akkor újra beterítjük ezt az asztalt kedvenc versekkel, és akkor hát az elég, elég sok lesz. Van elég. Hát akkor hangozzék föl a vers, azt mondja, hogy az én ajándékom. A szívem hoztam el, csinálj vele, amit akarsz. Én nem tudok más tenni, és nem fáj nekem semmi, csak a karom, mert nem öleltelek. Oly fényes az még, mint új lakcipő, és lábod biggyet vonalára szabták, de ruganyos, mint fürge gumilabdák, és mint a spongya, mely tengerben nő. Két fájó karral nyújtom mostan néked, és fáradt barna szóval arra kérlek, ha eltiporsz is hüvet harmatost, ha elkopott a laktopánka egyszer, és ki megfoltozza, nem terem oly mester, az utcasárba akkor se tapost. Ez az egyik vers. Fantasztikus. A másik, amit szeretnék, az is egy szép szerelmes vers. Álomban enyém vagy. A boldogságunk némán meghúzódott, és mi is hallgattunk a titkolózó csendben. Kályhánk lángja is örömmel lobogott, s ajkunkat a szerelem szárazra perzselte. A komoly fali óra sem mormogott, s meghökkentek akkor a büszke, fehér falak. Álomban mindig egészen enyém vagy, s hiszem fönn is néha, hogy megcsókoltalak. És ha már József Attilánál vagyunk, akkor én még hadd mondjak el egy nagyon szép József Attila verset, ami hát nem egy szerelmes vers, és egy kicsit szomorúbb vers. Magyarország messzire van. Magyarország hegyeken túl van. Ottan rigókkal, éneklőkkel jönne rövidke szoknyácskában, hajnal volna, szellős, világos, szép, tiszta üllők csengenének. Uram, nem látta Magyarországot? Tudom, nehéz a nyelve, tudom, nehéz a szívem. Uram, nem láttam Magyarországot? Lányok, sokan szaladnak akár a reggeli szél, hajuk lobog a keleti égen, ő pedig kövér kalácsot fon, karcsúbb ő a lilium illat estéri árnyékánál. Uram, nem láttam Magyarországot? Ott ősz van. Kicsike kertjeinkbe zörgő, száraz virágokat ültet az Úr. Gyönyörű, igen. Érdekes, fantasztikus. Hogy, igen, hogy ezek a magyarságról szóló ugye versek, hogy egy kicsit folytatásai Adinak. És Jelenics István azt mondta a napokban erről, hogy József Attila az Adinál is Adib költő. Adinál is Adib, annyira folytatása, de egy magasabb szintű megközelítése ennek, ugyanennek a tematikának. Igen, ez egy igen. Érdekes igen. Dolog, és tudjátok, belegondolva, hogy az iskolai tanulmányainkat, amikor iskolai tanulmányaink során, mikor József Attila verseket tanultunk, ugye, hogy már egy hete csak a mamára gondolok mindig, megmegállva, nyikorgó kosárral ölében, ment a padlásra, ment serényen. Én még őszinte ember voltam, ordítottam, toporzékoltam, hagyja a dagat ruhát másra, engem vigyen fel a padlásra. Csak ment és teregetett némán. Nem szidott, nem is nézett én rám. S a ruhák fényesen suhogva keringtek, szálltak a magosba. Nem nyafognék, de most már késő.
most látom, milyen óriás ő. Szürke haja lebben az égen, és kékítőt old az ég vizében. Hát persze, igen. Ilyen sort leírni, hogy szürke haja lebben az égen, és kékítőt old az ég vizében. Na most, hogyha a költészetről beszélünk, akkor itt meg lehetne állni, és azt mondani, hogy kérem szépen, ez az. Igen. És nem a rigmusok egymás aláírkálása, és nem a szavakkal való rímjátékok. Nekem ez a költészet. Igen, olyan vízió, én mindig azt sajnálom, hogy nem lettem operatőr, mert ha operatőr lennék, akkor ezt megcsinálnám, ahogy a mamát látom a magasban, és akkor a szürke haj úgy meglepen, és akkor valahogy az égben eltűnik. És úgy elkeveredik, mint ahogy. Ez egy olyan látomás, ez arra mondják, hogy kép. Egy olyan kép, igen. Olyan kép, ami hihetetlen. A költői kép. Félelmetes. Félelmetes. Szóval, hogy milyen, Judit, azt mondd meg nekem, te, akinek az egész életét a költészet jellemzi, és a költészettel való szoros barátság, rokonság, vagy nem is tudom micsoda, egyesülés jelenti az életedet, hogy mit jelent az, hogyha valaki költeményt tud csinálni, költeményt hoz létre? Hogyan keletkezik az? Mert én, mint egyszerű halandó, egész egyszerűen, mint amit a Valér is mond itten, hogy ilyen képeket, tehát ilyen látomásokat, hogy szürke haja lebben az égen, és kékítőt old az ég vizében. Szóval, hogy van ez? Hogy milyen isteni áldás ez? Arról beszélgettünk itt a műsor előtt, a program előtt, hogy menjen a sorrend. Muszáj fölkevernem, összekevernem az egészet. Nem baj, nem baj. Van Babits Mihálynak egy verse, ami tulajdonképpen erről szól. Na, kérem szépen. Babits Mihály recitatív. Ó, miért nem lettem én muzsikus? A szerelemnek e tengerén elúszni, nem mint barna madár fehér egen, vagy azúr vizen, mely tollát kívül nedvezzi csak, s zsírjáról minden gyöngy lepörög, hanem keserves lelkem ürömcsepjével, átitatva puhán, átjárva egészen, szíva és foszlódva, lassan omladozón eltűnve, nem befulva, hanem belé olvadva. Ó, ti kemény magvak! Ti lelkem magvai, szók, művészetemnek nincs savahát, mely felolvasszon annyira csak, hogy a gondolat salakja szent italomnak színét és ízét el ne búsítsa. Szók, keserű ős tengerből üllepedett szók, rég kiszáradt tengerek alja, ti felejtek könnyek aljati gondolat kegyetlen izgatói, ha szótalan tudnám zenémnek önteni gyógyvizét, tán elringatna. De balzsamomul szók emlékittas mérgeit oldozám, s fürdemnek oly éles a kavicsa, hogy lábam egy seb, s szemvizem oly teli homokkal, hogy szemem csupa vér. Ó, szótlan, tiszta, homloktalan zene! Miért nem lettem én zené? Ha festő volni, tengeri tájt, hegyekre mászó fák sorait, hajófüst árnyát, barna csíkot az áttetsző kék tiszta vizen, s fehér sirályt a vízre, fehér felhőt az égre, sötét romok hegyek csúcsára, vígbarikat az oldalára játszani festenék. Ó kép, ó színek, ó vígasz alkotás! Hanem beszédben mondva el, annyi jaj, ahány szó benne. Várrom, Itália, hajók és tenger, tűnt nyarak, életem s más kedves élet rémei, háborúk,
emlékek, álmok, izgalom, új halál, minden szótagban, új sebek, új kínok, s nem élhetendő életek eleje. Nem a hold színek élete, nyugalom, tárgyak nyugalma, végbarik irigyelt tudatlansága, állati szent öröm, sem a virágok illatos élete, sem szirmok élő sejme, sem ős kövek vakboldogsága, rejtekes istenek életlen élte, nagy zene, szent halál, vak fények, szótalan olvadás. Ó, miért nem lettem én muzsikus? Félelmetes. Tehát ez összefoglalja tulajdonképpen azt, amiről az előbb beszéltünk. Igen. Ami elmondhatatlan, tehát az a borzasztó, hogy ezekről igazából nem lehet beszélni. Szóval amikor elkezdesz beszélni, az olyan, mint amikor elkezdenél megmagyarázni egy futamot. Igen, vannak, amiket szavakkal nem lehet. Nem lehet. Ugye a Viktor Hugo mondta állítólag, hogy ahol a szavak véget érnek, ott kezdődik a zene. De úgyhogy egyértelmű, és érdekes egyébként, hogy nem jut eszembe most a pontos kifejezés, de valaki valami ilyesmit mondott a Babits költészetére, hogy az olyan, mint ahogy valaki, mint egy labdazseni. Szóval a szavakkal úgy játszik, mint egy ilyen labdavirtuóz, mint egy tökéletes focista, aki dekázni tud két napig egyfolytában. Tehát valami ilyesmi, igen, fantasztikus zsonglőre a szavak játékának. Jó, hát ezt Kosztolányira is mondják, ugye, természetesen, mert igen, ott is volt, azért igen, hát az igen, fantasztikus. Igen, fantasztikus. Igen, az is nagyszerű. Igen. Még annyit József Attiláról, hogy gyermekemben szoktunk sokat beszélgetni, hogy igazából van egy mondata, amit ha nem írt volna többet, akkor is a világ zseniei közé tartozna. Ez a bizonyos Thomas Mann üdvözlésében, igen, az a mondat, hogy ne csak a valódit mondd, vagy ne csak az igazat mondd, ne csak a valódit. Igen, szóval ez egy olyan mondat, amire ha az ember elgondolkodik, hogy az igazság az egy magasabb kategória a valóságnál. Úgyhogy ez egy óriási dolog, hogy amit látunk magunk körül, meg azt hiszük, hogy ez most ez a valóság, az igazság az mást követel, az valami, egy magasabb eszmény. És ezt nagyon jól megérzékelteti József Attila. És sokszor elmondom, hogy akár ha a mesék világát vesszük, vagy akár az operettek világát, hogy ami ott történik, az mese, az nem igaz, nem valódi, de mégiscsak a jó győz, meg az igazság valahol felszínre kerül. De jó lenne. Ez így. Lenne. Na jó, elméletileg így van. Elméletileg így van. Igen. De tartalmazza azért az igazságot. Igen. Volt még a Losanci Miklósnak a művezetőszé egy nagyon jó mondata erre, hogy van a szépségnek igazsága, és az igazságnak szépsége. Ez így van. Nagyon valóságos mondat, igen. Egyébként azt kérdezte tőlem, hogy mikor kapcsolódtam a költészethez, és a költészet mikor szüremkedett az életemben. Igen. Elhoztam egy kis verses kötetet, Vallomás, az az antológia címe, Szerelmes versek, amit én 1957-ben kaptam. Hát akkor még nagyon kis gyerek voltál. Igen, de akkor már verses kötetet kaptam a Keresztanyámtól. Na hát ez fantasztikus. Hát, már predesztinált. Igen, fantasztikus. Igen. Szóval én, hogy mondjam nektek, most jövök rá, mikor már ugye a hajamat be kellene festessem nagyon alaposan, hogy eredeti színét megkapja, de nincs is olyan festék talán, ami visszaadna az eredeti nincs színét. Nincs meg a kód. Már nincs meg a kód, így van, hogy milyen fontos volt az, amikor mi iskolás korunkban verset tanultunk, és hogyha volt egy jó magyar tanárunk. Hát ha volt. Ha igen. Volt, nekem volt. Hála Istennek, hogy volt. Volt nagyon jó magyar tanárnőm. És amikor látta az, hogy kínlódunk a verset, akkor skandált adta az egész osztályt. És még egyszer, na még egyszer gyerekek, még egyszer. És
tulajdonképpen belénk rögzült egy csomó olyan költemény, amit azóta is az ember tud. Jó, hát menet közben azért pongyolává válik egy-egy. De egy-egy sor megmarad, tudod? És beleégett a nem csak az agyunkba, hanem a szívünkbe. Olyan mélyen belénk gyökereztek ezek a sorok, ami én úgy érzem, hogy nagyon fontos. Igen. Tehát a belső, az ember belső alakulása, a gyerekkorából alakulása, felnőtti válás során nagyon fontos, mert én tudom, hogy fontos. Igen. Szokták mondani, hogy egy 800 oldalas regényből egy mondatot megjegyzel, illetve egy mondat beleég a lelkébe, akkor az megérte. Ez így van. Akkor az már értékes regény. Így van. És ezért tulajdonképpen nagyon hálásak lehetünk azért, hogy 1964-ben valakinek az eszébe jutott az, hogy legyen egy olyan nap is az országban, amikor a költészetről beszélünk, és amikor egy ilyen, az, hogy zseni, az kevés kifejezés József Attilára. Szóval egy ilyen csoda, akit a 20. század kitermelt a nyomorból, az inségből, a szegénységből, az elhagyatottságból és mindenből, hogy az ő emlékére legyen egy olyan nap, amikor a költőkről, a szép lelkű emberekről, azokról, akik meg tudják mutatni nekünk a világot. Tudjátok, az jut eszembe, hogy el szoktam mondani én ezt történetnek, hogy van egy nagyon érdekes színdarab Verhaerennek, a mi kis városunk, nem Verhaeren, butaságot mondok, na, előre szaladtam Verhaerennel. A Mi kis városunk című darab, ami arról szól, Amerikában játszódik valamikor a század elején, hogy tulajdonképpen nem történik semmi a kisvárosban. Fölnőnek a gyerekek, iskolába járnak, fölnőnek, két egymás mellett lévő családból a gyerekek össze szerelmeskednek, összeházasodnak, még mindig nem történik semmi. És akkor a lány gyereket vár, és a gyerek szülésbe meghal, és átkerül a túlvilágra. Thornton Wilder, a szerző, átkerül a túlvilágra, és akkor azt mondja, ott látja, hogy ott vannak akiket ő ismert, ott van az öccse, aki egy iskolai kiránduláson balesetet szenvedett, mert egy ág átszúrta a hasát, és abban meghalt. Vagy ott van a újságos bácsi, meg ott van a tanítónéni, és azt mondja, hogy de én nem akarok itt maradni, én 23 éves vagyok, én még élni akarok, engedjetek engem élni, és akkor mondják neki az ott lévők, hogy maradj, mert mi is így voltunk vele, vissza akartunk menni, és majd meglátod, hogy ha visszamész, nem lesz jó. És akkor azt mondja neki a narrátor, hogy tudod mit? Na válasz ki az életedből megint egy napot, és akkor ezt végigélheted. És akkor kiválaszt, nem tudom, talán a 9. születésnapját. És újra fölmegy a függöny, és ő ott van láthatatlanul. És azt mondja, hogy jaj, milyen szép a mama, milyen fiatal a mama. És a papa, aki ül az asztalnál és újságot olvas, milyen fiatal a papa, és milyen klassz stram ember, és hogy csiripelnek a madarak, és milyen kék az ég, és milyen zöld a fű, és milyen illatosak a virágok. És én 23 évet leéltem, és nem láttam belőle semmit. Éltem, és nem érzékeltem a világnak a gyönyörűségeit. Értelmetlenül éltem. Igazatok volt, visszamegyek. És ebben nagyok a költők, hogy látják azt, amit sokszor mi nem látunk. Ebben nagyok a zenészek, a muzsikusok, mert látják és hallják, érzik, amit talán mi nem látunk. Ebben nagyok például a festők,
Mert láttatnak valamit. Mert láttatnak. Tehát sajátos látásmódjuk van. Na most nem akarok ebbe nagyon belemászni, de nekem az egyik foglalkozásom az, hogy tanítok építészmérnök hallgatókat, és mi ott rajzolni tanítunk. És előfordul az, hogy azt mondja a gyerek, hogy tanár úr, én nem tudok rajzolni. És ilyenkor azt kell neki mondani, hogy nem rajzolni kell tudni, fiam, hanem látni. Látni a fontosat a nem fontostól, a lényegest a lényegtelentől. Na most itt van a költőknek is a, azt hiszem a nagy varázslata, hogy olyan dolgokat látnak meg és érzékelnek, amit mi egyszerű emberek nem, és amikor meghalljuk tőle, hogy szürke haja lebben az égen, s kékítőt old az ég vizében, akkor az ember azt mondja, hogy ennek csodálatos látása van. Igen, ugye azt mondja a Goethe, hogy a Dichter, az a költő, az azt jelenti tulajdonképpen, hogy sűrítő, aki a szavakat, a mondani valókat összesűríti egy mondatba, az egész életet esetleg egy hasonlatba vagy egy szóba. Dichter, igen. Sűrítő. Igen, igen, igen. Igen. Még annyit hozzáteszek ez a Kosztolányi elbeszélés, van egy hasonló, hogy valaki visszajön ugye a túlvilágról, az meg arról szól, hogy egy fiú elveszti a kedvesét. És rettenetes éveket él át, minden este, amikor hazamegy, azt mondja, hogy milyen jó lenne, ha itt lenne ez a kislány, akit én szerettem, és hogy mennyi mindent elmondanék neki, és milyen egyszer egy éjszaka hazamegy, és a lány ott ül az ágya szélén. És mondja, hogy rövid időm van, kukorékoláskor vissza kell mennem, de beszélgessünk. És elkezdenek beszélgetni, és 10 perc múlva nincs egymásnak mit mondaniuk. Mert annyira más világban élnek, annyira másra, annyi minden megváltozott, hogy a fiú, akinek feltorult a rengeteg mondani való, egyszer csak rá, nincs semmi, és nézi az óráját, hogy mikor jön már a kakas szó, és mikor lesz ennek a találkozásnak vége. Jó. Hát ez is ilyen is van. Ez tényleg így van. Ez tényleg így van. Hát József Attila körül kerengünk, és én azt hiszem, hogy ennek az estének az etalonja József Attila. Ő adta az apropót, és az egésznek az etalonja József Attila. Volt neki honnan merítkezni, mert hogyha megnéznénk a magyar költészetnek a nagyjait, és különösen a 19. századot. A 19. századot nem is tudom, hogy ez hogy lehetett, de Európa szerte, nem csak Magyarországon, Európa szerte a 19. század, de a muzsikában is, a festészetben, a költészetben, tehát az összes művészeti ágban, igen. Ugye? Én ezt csak halkan mondom, hogy akik oktatási reformról gondolkodnak, hogy egy kicsit figyelembe kéne venni, hogy hogy oktattak a 19. században, igen. Hogy ilyen nagyszerű elmék születek. Igen, igen. Valami titka igen. Volt az oktatásban, igen. Amitől Vörös Martik és Petőfi Sándor igen. Arany Jánosok születek. Igen. Hogy egy 26 évet leélt fiatal srác, mint Petőfi is, aki az egész országot naponta, szinte naponta végigjárta, hogy egy életet tett le, és hogyha megnézzünk egy Petőfi kötetet, ugye, az embernek a szeme szikrázik attól, hogy micsoda tüzes lángelme volt, és milyen iszonyatos nagy szívű ember. 26 év. És ennyi verset írt, és mennyit minden. Fordított, és fantasztikus, fantasztikus életmű ennyi idő alatt. Ennyi idő alatt. Igen. Na, tudjátok, ha már Petőfinél vagyunk, akkor zenéljünk egy kicsit, igen. Valérkám, és Huszka Jenő megzenésítette egy csodálatos verset a szeptember végén. Akkor énekeljed el. Eléneklem nektek ezt a szeptember végén az egyik kedvencem. Thank you.
Hullnak a völgyben a kerti virágok, még zöldel a nyárfa az ablak előtt. De látod amottan a téli világot, már hó takar rá el a bércittetőt. S míg ifjú szívemben a lángsugarú nyár, s míg benne virít az egész kikelet, de íme sötét hajam őszbe vegyült már. A téldere már megüti fejemet. Elhull a virág, eliramlik az élet. Így hitve sem ül az ölembe ide. Ki most fejedet keblemre te véd le, holnap nem omolsz-e sírom fölibe. Ó, mondd, ha előbb halok el, tetem Imre, könnyezve borítasz-e szemfödelet, s rábírhat-e majdan egy ifjú szerelme, hogy elhagyod érte az én nevemet. Az özvegyi fátylat, fejfámra sötét lobogul akaszt. Én feljövök érte a síri világból, az éj közepén s oda leviszem azt. Letörleni vélek könnyűimet érted, kökönnyedi elfeledét hívedet, se szív sebeit bekötözni ki téged. Akkor is, ott is, örökre. Elmentünk a 19. századba. Akkor én egy 19. századi másik óriástól szerintem, mert ez mindig így működik, szerintem a világ egyik legszebb szerelmes versével hadd következzek, Vörös Marti Mihály. Jaj, de jó. A versről azt is elmesélném, mert majdnem minden versről, hát sokról van mesém. Erről az van, hogy először is ebbe a picikek is verses kötetben van. Nagyszerű, hogy látod. Igen, köszönöm szépen. És szemüveg nélkül. Néha, van, amikor muszáj. Ezt a verset egyébként Wolf Péter is zenésítette meg, és az elmúlt időszakban, az őszön volt lehetőségem arra, hogy Péternek a szerzői estjén közreműködjek, ahol Dusánnak a szövegeit olvastam versként olvastam fel, versként elmondhatóak egyébként a Dusán szövegei, és közben van ez a vers is, amit a Péter megzenésített. Hallgassátok meg, nekem ez a, hát szóval igen.
Szerelmedért feldúlnám eszemet, és annak minden gondolatját, s képzelmim édes tartományát. Eltépném lelkemet szerelmedért. Szerelmedért fa lennék bérc fején, felölteném zöld lombozatját, eltűrném villám s víz haragját, s meghalnék minden évtelén szerelmedért. Szerelmedért lennék bérsznyomtakő, ott égnék föld alatti lánggal, kihalhatatlan fájdalommal és némán szenvedőn szerelmedért. Szerelmedért eltépett lelkemet Istentől újra visszakérném, dicsőbb erénnyel ékesítném, s örömmel nyújtanám neked szerelmedért. Fantasztikus, fantasztikus. Hát azért ez egy nagyon-nagyon szép vers. Fantasztikus. Vörös Marti egyébként is valami különleges ember lehetett. Nem tudom, az irodalom történészek biztos sokat tudnának róla mesélni, de különös ember lehetett, de ugyanúgy. De ha valakinek azt mondod, aki szereti az irodalmat, hogy Vörös Marti Mihály, akkor ezért ezt a verset társítanád hozzá? Nem. Ugye? Nem. A Véncigányt azt igen. Annyira más. Igen. És ez nagyon érdekes, hogy sokszor lehet rálelni olyan versekre, hogy a költőről van egy képzeted, hogy az ilyen költő. Igen. És a költészetén belül viszont találkozol olyan versekkel, amit egyszerűen fogalmazva azt mondod, hogy ez nem rá jellemző. És ez mindig a reveláció erejével hat az emberre. Na, gyerünk! Kérem szépen, igen, egy Radnóti verset mondok el nektek. Jó! Jó, akkor visszamegyünk a 20. századba. Hát nem baj? Nem. De még visszamegyünk a 19-be, mert még kell csomó emberről beszélni. Szóval ez, amire nem gondolsz. Radnóti Miklós, hasonlatok. Olyan vagy, mint egy suttogó faág, ha rám hajolsz. S rejtelmes ízű vagy, olyan vagy, mint a má. S akár a folyton gyűrűző idő oly izgató vagy, s oly megnyugtató, mint sír felett a kő. Olyan vagy, mint egy vélem nőtt barát, s nem ismerem ma sem egészen még nehéz hajadnak illatát. És kék vagy olykor, s vélek, el ne hagyj, csavargó, nyurga füst, és néha félek tőled én, ha villámszínű vagy, s mint napsütötte égi háború sötét arany. Ha megharagszol, épp olyan vagy, mint az ú, mély hangú, hosszan zengő és sötét, s ilyenkor én mosolyból fényes hurkokat rajzolgatok körét. Hát, fantasztikus. Akár Kosztolányi is ugye? Lehetne. Igen. Akár Tóth Árpád. Nagyon érdekes. Igen. Félelmetes. Egy korrajz benne van szinte. Igen. Irodalmi korrajz benne van ebben. Kérem szépen. Félelmetes. Igen. Félelmetes. Szóval Radnótiról is külön lehetne egy... Mindegyikről lehetne. Ugye, és hát említettük Petőfit és Vörös Martit, de említenünk kell Arany Jánost, ugye, aki a magyar nyelvnek egy olyan tudora volt, és egy olyan mágusa, amihez fogható nagyon kevés volt, ugye? Fantasztikus estje van a Bálint Andrásnak, Arany János estje. Igen. Nem láttátok? Nem láttuk. Igen. Fantasztikus. Irigylem az előadó művészeket, bevallom nektek őszintén. A költők meg a zenészeket irigylik.
meg a hát festőket. Na most akkor ez hát, hogy akkor van? Tele akkor mindenki irigy mindenkire. Mindenki irigy mindenkire? De jó lenne, hogyha csak így lennének, irigyek az emberek a költők a festőkre, a festők a költőkre, a zenészek a egyéb művészeti ággal. Ez lenne az igazi. Ez a jó irigység. Na de hát, hogyha már, ha már itt tartunk, azért van, ahol ez egyesült, mert most nem ünnepeljük, emlékezünk meg Leonardo da Vinci halálának az 500. évfordulójáról, ugye, én a héten voltam épp egy ilyen összejövetelen, egy ilyen baráti társasággal kint Budafokon, ahol ez volt a téma. És ugye, hát ha már szóba hoztam ezt, ugye tudjuk nagyon jól, hogy Leonardo da Vinci talán az emberiségnek az egyik legnagyobb géniusza volt, aki egy cselédlánytól egy törvény volt a szülő anyja, törvénytelen gyerekként jött a világra, és aztán az anyja el is hagyta állítólag, és az apja magához fogadta, de hát ugye ő költő volt, festő volt, muzsikus volt, mérnök feltaláló, és valami csoda, képzeljétek el, belemásztunk ebbe a világba, a reneszánsz világába, hogy micsoda fantasztikus világ volt ez, ami őt körülvette, és ami belőle kiáradt, és azt hiszem 60-67 éves koráig élt, úgyhogy szóval félelmetes. Na de térjünk vissza a 19... Egy pillanat, ha már Leonardról, csak van egy nagyon kedves anekdóta, hogy valaki akart repülőgépet csinálni, és ugye azok akkor nagy divat volt, többen akartak ott repülő valamit eszközt csinálni, és mentek föl a hegyre, egy hegyen akarta megmutatni az illető, és még fél utóbb voltak, és fölnézett Leonardo, és azt mondta, hogy ez nem fog repülni. Szóval honnan veszed? Hát még nem is láttad közelről. Szóval nem fog repülni, mert nem szép. És van benne valami, van benne minden igazság. Műszaki alkotás, ami jól funkcionál, az valahol harmonikus. Ez így van. Ez olyan érdekes. Ez olyan érdekes, hogy egy zenének a kotta képe, ha jó a kotta képe, az ember ránéz és már tudja, hogy jó zene. Igen, van mert benne. Mert benne van a struktúrában, a szövete a zenének benne van már, és már lehet érezni a lendületét, ugye, amit a grafika tulajdonképpen magába rejt. Van igazság igen, benne. Igen, igen. Valószínűleg egy versen is így van, hogy az ember ránéz a versszakokra, és már látja, hogy ez ugye? Érzi a dinamizmust benne. Ugye? Igen, ez igen. Érdekes. Igen. Judit, én azért megkérdezném tőled, mielőtt még visszamennénk a konkrétumokra, hogy te tulajdonképpen mikor jegyezted el magadat a költészettel, a vers mondással? Hát a költészettel, mint említettem, volt elég korai gyermekkoromban, aztán utána a Keszthelyi Vajda János gimnáziumban járván tevékeny részese voltam a keszthelyi helikoni ünnepségeknek, amit édesapám szervezett annak idején. Másokkal együtt természetesen, de ő volt az egyik motorja, a felújított 1959-ben újították meg a helikoni ünnepségeket. És azt ott akkor én verset mondtam, meg néptáncoltam, meg énekeltünk kórusba, szóval mindenben részt vettem. És akkor hát ott érmeket is nyertem, és akkor elkerültem Szegedre egyetemre, akkor nem volt versmondás, és mikor 70-ben fölkerültem Pestre, a Óbudára már akkor megismerkedtem Baranyi Ferenccel, akit egyébként már Keszthelyről ismertem, mert a Keszthelyi Ifjúsági Klubban mindig hívtunk művészeket, akik ott az Ifjúsági Klub rendezvényén egy órában valami komolyabb dolgot adtak az ifjúságnak, és az egyik alkalommal a Simon István helyett a Pista beteg lett, és a Ferit kérte meg, hogy jöjjön le, és én akkor ismertem meg a Ferit, és akkor ő egyszer azt mondta nekem, hogy te a gimibe te mondtál a gimnazista korodban verset, mondom igen, azt mondja, nem tud velem jönni a Sólyom Ildikó nevű művésznő, gyere el velem, nem tudom már hova mentünk vidékre.
És azt mondja, tudsz még verset? Hát mondom, tudok, meg miket tudok. Hát akkoriban ugye 70-es években az akkor szereplő Simon István, Váci Mihály, Györe Imre, Baranyi Feri, Garai Gábor verseit mondtuk. Természetesen József Attila Adi, tehát nem úgy mondom, hogy kötelező, de hát az ismert verseket. Egyébként én a Helikon ünnepségeken az egyik érmemet a Heltai Szabadság című versével nyertem, ami az egyik nagy kedvencem azóta is. Na és akkor így keveredtem bele, akkor a Filharmóniánál kaptam működési engedélyt, és akkor hát a 70-es, 80-as évek végéig elég gyakran, sokszor jártam írókkal, költőkkel ilyen akkor divatos író-olvasó találkozóra, ami nagyon-nagyon nagy élményt nyújtott mindannyiunknak, remélem azoknak is, akik ezen részt vettek. Fantasztikus helyeken jártunk, és nagyon sok szép emlékem van erről az időszakról. Aztán utána engem elsodort eléggé a kultúra közvetítés, Óbuda, meg közben a Zempléni Művészeti Napok, amit 12 évig csináltam a Liszt Ferenc Kamarazenekar Rolla János megbízásából, úgyhogy akkor úgy egy kicsikét félre tettem ezt a tevődöt, inkább így mondom, ezt a versmondást. De közben még szerencsém volt avval, és én nagyon sokat köszönhetek Kovács P. Jóskának, aki a rádióban a Sebestyén János műsorának résztvevője volt a többek között, az egyik főműsor volt a Rádiós Naplójából, és akkor a János keresett női hangot, és akkor a Jóska engem ajánlott, és akkor megint egy kicsikét közelebb kerültem részben a versmondáshoz, részben pedig, hát ha nem is tanultam meg, de megpróbáltam a Jóskát utánozva szöveget olvasni, ami hát nem egy könnyű dolog. Bizony. De a Jóskának nagyon sokat köszönhetek, és hálával gondolok rá, úgyhogy így kerültem. Na, a röviden ennyi az én versmondásos történetem. És az utóbbi időben, miután elmentem nyugdíjba Óbudáról, öregasszonyként elkezdtem megint verseket mondani. A Nagy Lajos Társaságba kérnek időnként verset mondani, de a Baranyi Ferinek néha estjén közleműködök, Ladányi Mihálynak volt emlékestje, Cegléd Berccel Csemőn, Szepes Erika vezette irodalmi esten Erdély Gyurival, úgyhogy néha van alkalmam. Cigány Gyurival voltam, Gyurival sokat jártam. Ő is gyönyörű verseim. Igen. Hát gyönyörű, itt van az egyik kedvencem, és az első lemezemnek a címe az egy cigány versnek a címe, a Vándordal. Vándordal. Az egy nagyon-nagyon-nagyon szép vers. Igen. Avval van az a történetem, hogy körülbelül századszor mondtam el a verset, és akkor irodalmi est, Gyuri ott ül kint, én mondom, ezt tudom kívülről, a többit olvastam, és akkor ezt ott meg kívülről elmondom, és a harmadik verszaknál úgy belesültem, hogy csak na, és kétségbe esve néztem a Gyurira, hogy segítsen, és nem tudott segíteni, nem jutott eszébe. Úgyhogy ilyen is, vele nagyon sokat jártunk. Hármasba is mentünk a Baranyi Ferivel, meg vele nagyon-nagyon-nagyon szép időszak volt, és nagyon sok szép élményem van ebből az időszakból. De hát örülünk, hogy visszatértél ezek szerint a szavaláshoz. Igen, hát és nagyon jó, hogy a Baranyit emlegeted, mert készülünk majd, még őróla külön szeretnénk beszélni. Baranyi Ferinek egyébként én egy alkalommal költőtársa lett. Átírtad, ahogy énekelted a szöveget. Ezt, mikor együtt dolgozunk valahol a Ferivel, akkor ezt el szoktuk mesélni, és akkor írtó nagy röhögést rendezünk. Hát, nem készültem rá, hogy ezt elmondom itt a kedves közönségnek, de mégis elmondom. Akkor a 19. századból gyorsan átmentünk a 20. századba megint. Tehát akkor cikázunk nem egy baj. Kicsit, nem baj. Nem baj. Baranyi Ferenc koszorús költőnk, Kossuth Díjas nagyszerű költőnk és egy fantasztikus koponya és egy tulajdonképpen muzsikus ember. Na itt a polihisztornak a lényege, hogy muzsikus is, és a szavak embere is. Fordította nekünk az operaházban a Toszka című operát.
gyönyörű fordítás volt. És a Tosca első felvonásában, ugye én Angelo Cavaradossit énekeltem, bemegyek a San Andrea della Valle templomba, hogy fessem az oltárképet, amikor is megjelenik az üldözött forradalmár, és beszalad oda, és az Angelot, és mondja, hogy segítsen nekem, mester, mert üldöznek a rendőrök. Akkor is üldözték a forradalmárokat a rendőrök. És de valamit kezdenék vele, de abban a pillanatban meghallom kintről a Tosca, a szerelmem hangját, hogy Mário, 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 és nem tudok mit csinálni ezzel a nyomorult forradalmárral, mint bedugom ott a mellék fülkébe, a mellék kápolnába, és mondom, hogy itt van a kosárba az ennivaló, egyen, igyon, és bújjon el, majd aztán jövök. Na, bejön a Tosca Flória, és van egy nagy szerelmi kettősünk. De én mindig azért oda nézek, hogy nehogy kijöjjön ez a fiú onnan, és nehogy baj legyen minden, és megvan a nagy szerelmi duettünk, és már tuszkolom ki a Toscát. Na, kimegy a Tosca. Kijön az Angelotti. Tudni kell azt, hogy külföldi volt a karmester, aki nem tudott egy büdös szót sem magyarul. Ő csak a zenei, hogy deklamációból tudta meg egyáltalán, hogy hol tartunk. Na, kijön az Angelotti, és mondja nekem, hogy ég önnel! És a zenekar egy ilyen tremoló, és a Baranyi féle szöveg úgy szól, hogy ha veszélyt ér ez a kerti kutik, fusson el, pam, pam, víz van a mélyén, és hol legsűrűbben áldott egy résle, azon átbújva, barlang várja, pam, pam, e biztos rejtekhelynek nincsen párja. Ezt kellene mondjam. De lemegy a vasfüggöny az agyamba. És a zenekar csinálja a tremolót, és a karmester így adja nekem az avizót, hogy na gyere, davaj. És hát nem tudom, mi az Isten nyilát kell. Ránézek a sugóra, és a sugó visszanéz rám, és vigyorog. Hát ott mondom, itt döglök meg. Hát kiver a veríték, 5 másodperc alatt 500 évet öregszel. És mondom, mit csinálok, Uram Isten? Hát tudom a történetet. Majd megoldom, megfogom az Angelottit, előre viszem, és mondom, figyeljen ide, mondok én most magának valamit, itt van a kerti kapunk kulcsa, ott van egy kút, ott van egy gödör, menjen és bújjon el, nagy, menjen! És intek a karmesternek, hogy mehet tovább a zenekar. Na, lemegy a felvonás. Én, mint az őrült, rohanok ki a büfébe, és keresem a sugot, mert ugye felvonás közben ott kávézás, meg ilyesmi, és ott ül, mondom, Rezsőke, mi a nehéz nyavaja volt? Hát, ha egy szót föladsz nekem, akkor tudom, hogy mit kell mondjak. Te meg visszanézel rám, és vigyorogsz. Azt mondja, miért szóltam volna? Ez is nagyon jó szöveg volt, sokkal jobb volt, mint az eredeti. Na, ezt elmeséltem a Baranyi Ferinek, akkorát nevetett, hogy azt el nem tudom mondani, mondom, Ferikém, ne haragudjál, így egy pillanatra szerzőtársaddá avanzsáltam. Hát, ilyen. Így történt. Így történt. Igen. Jöhet a Baranyi? Jöhet a Baranyi. Jöhet a Baranyi, igen. Még a súgóra, hogy gyorsan csak hagyom, a Csortosról mesélik, hogy bement a színpadra, oda ment a súgóhoz, és azt mondta, hogy kezit csokolom, hogy van? Ja, köszönöm, jó művész úr, nem maga a szöveg. Ja. A opera szerelmese, Baranyi Feri Hétköznapi Isten hozzá című verses kötetében van egy blokk, aminek az a címe, hogy opereminiszenciák, és amely versek különböző operákhoz kapcsolódóan íródtak meg, és abból az egyik kedvencem a Csocsoszán 1095 napja, úgyhogy ezt olvasnám, és utána pedig egy vadonatúj Baranyi verset. Nagyon jó. Hogyha és akkor, ha már itt vagyunk, akkor mi is itten a lovak közé csapunk Baranyi fordítás. Akkor elkalandoztunk akkor ide. Akkor majd visszamegyünk. Na, majd visszamegyünk. Nem baj. Csocsoszán 1095 napja. Mióta elment a hajó, nem tudom miért kék a tenger.
Csak azt tudom, hogy nem csak körülölel, de hurkol is a cseresznyevirág illatú csönd. Csak azt tudom, hogy az alkonyat nem rózsaszirmok színét idézi többé, hanem a kihunyó tűz megbicsakló pirosát. Csak azt tudom, hogy nem csupán távoli rizsföldek fehérre hántolt üzenetét hordozzák a szelek, de vöröskövű sivatagok mérgező porát is. Csak azt tudom, hogy házacskán bambuszfalának résein át szobámba szivárog a szorongás húzata, amely most csak halaványra lehel, de a lelket is kiviheti belőlem egy napon. Ám hogy a tenger miért kék még mindig, azt már nem tudom. De jó. Nagyon szép. Nagyon jó. Ú, de jó. És akkor jöjjön egy kombattáns. Na, hajj. Baranyi. Ez a mostani kötetéből, a Tóth Ágas című kötetéből van, amely kötetnél az a fantasztikus dolog állt elő, hogy után kellett nyomni, mert úgy elkapkodták. Jaj, de jó. Ez ritka. Bizony. Ez igen. Ez igen. Ez manapság ritka. Bizony. Igen. Nyom, gyom. A régi törzsfők hova lettek? A tigris bőrös vágtatók, kiknek nyilaitól remektek szántóvetők, városlakók. Az idő náluk gyilkolóbb s könyörtelenebb hatalom, hírük sem őrzi már utód. Nyomukat benőtte a gyom. És hol vannak a fejedelmek, kánok, királyok, fáraók, akik előtt letérdepeltek a korbácsolt alattvalók? Nekik se volt maradni mód szilárd vagy ingó trónjukon. Legtöbb nem érdemel ma szót, nyomát is benőtte a gyom. S kik demokráciát hitetnek, bár a lóláb mindig kilóg, harsogva hirdetik a plebsznek, hogy ők az örökkévalók. Mindenki gaz, csak ők a jók, súlykolják vizen, szárazon, de eltűnnek előbb-utóbb, s nyomukat benövi a gyom. Herceg, mikor döjfös tahók osztozkodnak országodon, bűn addig várni birkamód, míg nyomuk benövi a gyom. Jó. Nagyszerű. Jó. Igen. Jó. Igen. Nagyon jó gondolat. Jó. Igen. Mi szép lépünk? No, én akkor... Vagy énekez Baranyit? Éneklek, akkor most már Baranyinál akkor legyünk egy kicsit. Egy történt egy alkalommal, hogy léptünk valahol föl együtt, és elénekeltem egy opera áriát, Csilea Árli lány című operájából, és olaszul, és akkor mondta a Feri nekem, azt mondja, hogy miért olaszul éneklette ezt? Mondom, hát azért, mert nincs hozzá szöveg, magyar szöveg, lefordította. És azt tudom mondani, hogy azóta is ezt a magyar szöveget használom, és ennek van egy érdekes története, hogy egyszer az operaházban a nyugdíjasoknak volt egy összejövetele a Székely Bertalan teremben, és ott énekeltem, és szegény Ágai Karola nyugodjék, jött oda hozzám, azt mondja, hát Józsikám, azt mondja, most már végre legalább tudom, hogy miről szól ez az ária, mert ugye csak olaszul lehetett. Na, hallgassuk meg, bár nagyon sokat pofázok, és ez nem tesz jót az ének hangnak, de megpróbálom. Ez a pásztorunk jól ismert regélye, az Isten adta gyermek elkezdte volna éppen, s elszenderült.
ment az álom. Ó, hogy kívánom! Bár csak szállna rám is az álom így, bár csak enyhülést találnék már, békiműzve rég bolyongok én. Ó, de fáj még a múlt, még fáj! Ám de hiába várom, hogy a képe sem szép zene és szép szöveg. Nagyon szép volt. Egyébként el kell mondjuk, ha már Baranyi Ferinél, akkor maradjunk még egy kicsit, hogy ő nem csak magyarra fordít, hanem magyarról fordít olaszra és franciára is. Na most majd megmutatok még egy dolgot itt nekünk. Tudnilik, a következő dolog van, hogyha mi magyarok kijutunk külföldre, akkor sokszor mondják azt, hogy olyan szépek a magyar nóták. Miről szólnak? Mert ugye a magyar nyelv az önmagában álló nyelv, és ugye Bernard Shaw is azt mondta, hogy kár, hogy nem magyarul írtam, mert ha magyarul írtam volna, akkor mennyivel sokkal szebben írtam volna, és sokkal okosabban írtam volna. Mert a magyar nyelv 1000 éve tulajdonképpen a birtokunkban van, nem úgy, mint az angoloknak, hogy már a Shakespeare-t nem értik, már le kell fordítani. Hát a mostani azért mostani is, épp napokba került a kezembe valami régi szöveg, és azért oda hát kell persze, nagyon figyelni, hát persze, hogy olvasod, de persze, ez, azért, akár csak egy múlt századbeli, mármilyen te 19. Hát századbeli. Persze, ugye látjátok feleim szümtükkel, hát hogy igen, mi, hogy szóval... munk, de ettől függetlenül. Na most ugye a magyar nyelv mégis egy magában álló nyelv, és mégis egy olyan izgalmas és olyan csodálatos nyelv, amit talán mi nem is érzékelünk, mert természetesnek fogjuk fel, mert a miénk, így ahogy mondod. Na most, és nagyon nehezen tudják a külföldiek megtanulni, és a Baranyi Feri a fejébe vette azt, hogy na akkor lássátok, feleim szümtük el, hogy mik vagyunk, ugye? És lefordított egy csomó magyar nótát, meg csomó dalt, meg népdalt olaszra és franciára. Én megmutatnék egy Dankó Pista nótát, amit valamennyien ismerünk, hogy hangzik ez magyarul, és hogy hangzik ez olaszul.
És én mindig azt szoktam mondani, hogy döntsük el, hogy a magyar nóta van-e olyan érték, mint mondjuk egy nápolyi dal. Na most, hogyha ezt olaszul eléneklem, akkor legalább lesz olyan, mint egy nápolyi dal. Na, hallgassuk meg! Gondolva lombos ágon, lágy esti széltől csókdosod virág, és minden széles felvilágon. Szerelmet érez, ön szeretni vágy, elmondanám én is titkát szívem. Hogy még nagyon szeretlek, elmondanám, de hasztalan beszéd. Hideg szobor vagy, meg sem értenéd. Uccello lieto canta fra le fronte, vento estivo bacia ogni fior, al soffiador grato risponde, tutti vivi bramano amor. Confesserei segreto dei mio cuore, confesserei che statua sei tu, fredda statua, confesserei il segreto del mio cuore, confesserei che muoio di dolore, ma il tuo cor amor per me non ha. Statua sei tu, fredda statua. Na, a magyar nápolyi dal. Érdekes. Igen, hát nagyon nagy hatással van ez, hogyha az ember ilyen dolgokat énekel. Egyébként Baranyi Feriről külön estét is kellene egyszer csináljunk, és én azt hiszem, hogy lesz rá alkalom, amikor őt beinvitáljuk ide, és akkor nem 2 órás, hanem 8 órás műsort fogunk itt szerkeszteni. No, Juditkám, mit szólnál ahhoz, hogyha még egy kicsit menjünk vissza a 19. századon, menjünk mert vissza. Az engem izgat. Látom. Iszonyatosan izgat. Igen. Ugye, a Vörös Marti, Petőfi. Petőfi nekem a kedvenc költőm. És kedvenc, van kedvenc költő? Nekem Petőfi a kedvenc költőm. Neked van kedvenc költő? Tulajdonképpen talán itt József Attila és Adi között ingadozom. Én is, ott is. El kell, hogy mondjam, a napokban hallottam, és ez nagyon igaz, hogy a világon a legnépszerűbb magyar költő. Hát mert majd mindenütt van szobra, van meg minden. Igen. Tegnap mondták, a Korda Gyuriék mutatták a fényképet, hogy Ekvádorban egy ott kis Berlin utcában van Petőfi szobor. Igen. Félelmetes. Ő a legnépszerűbb. Legnépszerűbb de a arra a kérdésre, hogy kedvenc, én soha nem tudtam azt mondani, hogy nekem X vagy Y a kedvenc. Nekem pillanatnyilag. Ez pillanatnyilag, tudod? Nehéz. Nagyon nehéz. Hát, hogy ha most mondok három, mondanék, mert nem mondom. Mondanék 3 olyan verset, ami nem Attila és nem Ady Endre. Biztos, hogy azt mondanád, hogy jaj Istenem, hát persze. Szóval... Igen. De együttvéve, tudod, az, hogy
hogy valaki leél 26 éve. Jó, hát ez egy fantasztikus, szóval ez maga egy fantasztikus dolog. Ez hogy borzasztó. Igen. Nagyon érdekes. És hogy... azok a tézisek, hogy ő aztán túlélte, hogy elvitték őt Szibériába, és... Jaj, és ne! Nem, na jó, hát ugye... Ne! Jó, hát ez előfordult, és ez az emberi agy az annyi mindenre hajlamos. Nem csodálom, hogy egy ilyen félelmetes zseni, nem is tudom, hogy nagyon sok volt-e. Ugye... iszonyatos jó költőink voltak. Ugye a 19. században, akiről nem sokat szoktunk beszélni, például Kis József. Igen. Aki valahol a perifériára szorult, pedig nem lenne szabad Kis Józsefnek a Tüzek című költeményét a Helikon ünnepségeken minden alkalommal valaki volt, hogy elmondta. Aki elmondta. Vagy a Simon Judit balladája. Ez biztos volt, igen, hogy a Kis Józseftől ez, igen, a két vers elhangzott. Félelmetes. Tehát ez is érdekes, hogy kivevődik egy-egy övből egy-egy opusz, és, igen, akkor az népszerűsíti, igen, azt a költőt. És hogy aztán az kedvencévé válik-e valakinek, az már rajta múlik. Igen, de igen, egy-egy kiemelt opusz okán elkezdi olvasni, vagy elkezd vele foglalkozni. Úgyhogy ez is egy nagyon érdekes dolog. És hát, hogy kinek mit mond? Igen. Kinek mit mond, hogy összeül három ember, és akkor elkezd beszélgetni arról, hogy mik a kedvenc versei, és akkor te teljesen más mondasz, meg te is más mondasz, mint én. Tehát, hogy mi az a hullám, az a gondolat hullám, ami téged lelkileg megérint. Tehát igen, mindegyik embernél más. Természetes, hogy mindenkinél más de, talad meg. De, és ha már azt mondom, hogy hárman összeülünk, akkor most én elmondok egy Hermann Hesse verset. Na, halljuk. Három szól a mumuzsika. Ah, na. Már érdekes. Egy hang dalolni kezd az éjben, mely ijesz. Dallam a szárnyaló, az éj lesz, aki veszt, dalolni jó. Most egy másik hang kezd bele, s lépést tart ő vele. Nevet, s felel neki, mert kettesben vidám az éj darisám. Majd éjből, homályból harmadik hang táncol hozzájuk, s hármuk dalamos csillagfényt varázsol, csodálatos. Fogóznak, szétválnak, karkarban sétálnak, mert éjdal kelt fel szerelmet jókedvel, menj sátrat bűvölnek, benn együtt hűsölnek, kilesnek, elbújnak, sohasem búsulnak. Éj lenne, s rémület, nélküled, nélkülem, nélküled. Jaj, de jó. Félelmetes. Három szólamú muzsika. Na, most ha valaki megkérdezi tőlem, hogy mi a kedvenc versem, akkor azt mondanám, hogy talán ez. Ez. Aha. Pillanatnyilag. Ugyanis, hát Óbudán azért az egy elég kemény munka volt jó pár évig. De egyedül nem ment. Tehát három szólamú muzsika. Igen. Tehát csak együtt megy. Tehát fogóznak, jaj, szétválnak, karkarban sétálnak, mert éjdal kertet. Szóval az együttlét, igen, az, ami nekem ebbe nagyon fontos, hogy a társakkal együtt. Igen. Kollektív. Egy kollektív, igen. Na ez megint a, igen, költőnek a láttatása. Láttatása. Igen. Tehát, hogy rájön valamire, és ő ezt meg is tudja mondani. Mert ebbe ez a nehéz, hogy az ember meglátja, de még azt el is kell tudni mondani. Bizony. El kell tudni mondani. Bizony. Úgyhogy nagyon érdekes dolog, hogy,
hogy ez a kis ország, Magyarország, és ez a tényleg önmagában lévő nyelv, amiről mondjuk azt, hogy finnugor, meg nem ilyen, meg nem olyan, nem tudom, én ehhez nem értek, de azt tudom, hogy egy olyan csodálatos nyelvnek vagyunk a tulajdonosai, amihez fogható nagyon kevés lehet a világon. Európában nagyon sok nagy nemzet létezett és létezik, ahol óriási költők voltak, akár a német nyelvterületen, akár a francia nyelvterületen, ugye, és ezek a költők, ezek kihatással voltak, én biztos vagyok benne a magyar költészetre is, és oda-vissza, ahogy a muzsikusok is, a német és a francia muzsikusok, ugye. Igen. Egy pillanatra vissza kell térnem, ugye az előbb beszéltünk arról, hogy a szakmák irigységes, ugye a festő iridli a költőt, a költő iridli a zenész, stb. Ugye, és volt egy nagyon kedves mondat a Bessenyei Ferencnek annak idején, mikor azt mondta, ugye, mi ezt mind előadók, mi ezt megértjük, azt mondta, hogy ott vannak a költők, és azt mondják, hogy itt vannak a verses kötekreim, amiket kiadtam, és ott vannak az orvosok, azt mondják, hogy itt vannak az életek, amiket megmentettem, és a mérnök azt mondja, hogy itt vannak a házak, amit terveztem, és mi vagyok én, előadó művész. Azt mondta hozzá, hogy ember ennél kevesebbet nem mondhat magáról. Van benne igazság, bizony. Keringőzzünk egyet? Keringőzzünk. Keringőzzünk egyet. Igen, na. Próbáljuk meg. Vörös Sándor, Valstriszt. Hűvös és öreg az este, remeg a venyiget este, elhull a szüreti ének, kuckóba bújnak a vének. Ködben a templom dombja, villog a torony gombja, gyors záporok sötéten szaladnak át a rejtet. Elhull a nyári ének, elbújnak már a vének, hűvös az árny az este, csörög a cserjet este. Az ember szíve kivásik, egyik nyár, akár a másik. Mindegy, hogy rég volt, vagy nem rég, lyukas és fagyos az emlék. A fákon piros láz van, lányok sírnak a házban, hol a szádról a festék, kékre csípik az esték. Mindegy, hogy rég, vagy nem rég, nem marad semmi emlék. Az ember szíve vásik, egyik nyár, mint a másik. Megcsörren a cserjekontja, kolompol az ősz kolompja, a dér a kökényt megeste, hűvös és öreg az este. Így folyik egyik műfaj a másikba át a zene és a költészet. Tulajdonképpen, hogyha belenézünk a zeneirodalomba, és ahol vokális zene van, tehát énekelni kell, ott a legtöbb esetben a költészet is ott van. Bármit is nézünk, akár egy operai szövegkönyvet, azt is egy költő írta, méghozzá nem is akármilyen. Vagy megnézünk egy dalt, vagy megnézünk egy, akár még egy slágert is. Igen?
Muszáj, mert kapcsolódik. Muszáj. Mondjad. Na, nekem van egy kedvenc költőm. Na. Egyik kedvenc, így mondom, egyik kedvenc költőm. Két verset mondok el tőle. Halljuk. Kis Dénes, futok. Ha futottam, jöttek velem a gyermekkori fák. Égbe ütöttem fejem, árkot ugorva át. Minden olyan közeli volt, tudtam, ott a réten történt, mi történni szokott a hallott mesékben. Nem volt vége a napoknak, folytatták mind tovább haláltalan harcukat, huszárok, katonák. Ha futok, még jönnek velem a gyermekkori fák. Csak a mesék a réteken nem történnek tovább. Chopin G-moll ballada. Szelek karikáznak a porban, mezítlábas nyaraim kergetik őket. Az utakon kábultan vergődnek fényrészek hangyák. Fut-fut velem az ismerős vidék. Ma milyen közeli vagy, templom bádok keresztjéje feszített magasság, gyermekkori ég, szomorúságom derék fogantatott. Világom mesdjéje volt a falu vég, s egyszer megláttam a szomszéd falu tornyát, de nagyján őt akkor az idős vele a valóság. Szomorúságom derék fogantatott. Azóta se jártam még messzebb, mint akkor egyedül, át a mezőkön, kukorica rengeteg zöld sűrűjében, csak egy csúzlival a kézben vágtam neki az idegen vidéknek, világgá indultam, keservét cipelve az otthoni verésnek. Találkoztam egy lánnyal, ellibbenő szőke leányha int messziről. Széttöri hirtelen a képet felrebbenő madárraj, út fut el út után, nyomában idáig hangzó, 20 éves harangszó. S ti nem is tudjátok, csak én, kit takar a csenevész kert sövény. Néz utánam, halott nagyanyám. Itthon vagyok, keresem azt a kis egész világot. Az aszfalt helyén szelek karikáznak, mezítlábas nyaraim kergetik őket, már örök indián pajtásai, vissza nem forduló időnek. Bármint régen, most is úgy szólít anyám. Csúzlim ott van egy másik kisfiú kezében. A vadgalamb már tőle fél a fán. Félelmetes, hogy mennyi szint és mennyi mozgást és képet tud egy ilyen pár sor összehozni. Én hoztam egy érdekes verset, ami az impressionizmus korában született egy flamand költőtől, Verhaerentől, a Szél című költeményt, és ebből egy-két sort megpróbálnék én a magam módján felolvasni. Ez Kosztolányi fordításában van. Hát ugye számoljuk bele azt, hogy ebbe Kosztolányi is benne van. És méghozzá nem is akárhogy. Lehet, hogyha ő írta volna, akkor keresnek valakit, úgyhogy de nem veszünk föl a telefont. Emil Verhaeren, a szél. A végtelen vad réteken november trombitál a szél,
a végtelen vad réteken zúg, búg a szél, garaboncásan útra kél, és mindig új haragba fúj, zúg, zúg a szél, a vad novemberi szél. A kutakon viharra vár a vaslakatsa csiga, zár csikordul, az utakon viharra vár a vaslakatsa csiga, zár zordul, azt mondja, hogy halál. A szél a vizen nyargalász, levél röpül nyomába száz, a vad novemberi szél, a szél haragja szétszed, minden picinke fészket, vasvesszővel, dörömből, aglavinát tépás szilaj örömből. Üvölt a szél, süvölt a szél, a vad novemberi szél. Irtózatosan izgalmas. Ahogy mondtad az előbb, hogy Kosztolányi is benne van, ugye egy örök vita, hogy mi a fordításnak, a műfordításnak a lényege, hát egy... hogy a szépséget kell előtérbe helyezni, vagy pedig a mondani valót, ugye? És hogy hűség legyen azért a mondani valóhoz, de azért a megfelelő nyelven is szépen hangozzék. És ugye állítólag Kosztolányi mondta erre, hogy olyan a műfordítás, mint az asszony. Vagy hű, vagy szép. Hát ez az. És hát erről a műfordítás dologról egy egészen hosszú estet lehetne csinálni. Hozzáértők és azt gyakorlók, igen, részvételével. Igen. Fantasztikus, hogy milyen különbségek vannak. Egyszer csináltunk egy ilyen műfordítás estet épp a Baranyi Ferivel, igen, ahol egymás mellett hangoztak el különböző fordításai, igen, egy-egy külföldi nagynevű szerzőnek, és akkor azt egymás mellett mondtuk el, hát valami egészen különleges élmény volt, és mindegyik mást, az egyik egy kicsit a szépség, a másik a formát, igen, a harmadikból valami belső plusz jön, ez, igen, is nagyon érdekes. József Attilának volt állítólag egy ilyen mondata, hogy aki nem érti a versnek a gyémánt tengelyét, pontosan nem értem, hogy mi ez a gyémánt tengely, de úgy el tudom képzelni, hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon logikus és nagyon-nagyon tiszta dolog. És ugye azt mondta, hogy aki nem érti a versnek ezt a lényegét, ott azok csak szófüzérek. Azok nem lesznek igazán, ugye? Mert még az, ha nem is egészen hű a szófordulatok, nem hűek a valósághoz, de magának a mondani valónak a lényege, annak át kell jönnie. Hát az egyik ilyen nagy fordítónk volt a Rab Zsuzsa, ugye, aki az oroszokat fordította. Egyébként ő maga is kitűnő költő volt, igen, kitűnő versei vannak, és hát az oroszokat ő volt az egyik ilyen. Igen, az előbb, Rab amit Zsuzsa mondtam egyébként verset, amit fordítottam, a Hesszét, azt a Kálnoki László fordította. És nagyon-nagyon jó, amikor oda van írva a fordítónak a neve, igen, és van, ahol sajnos nem írják oda. Pedig fontos. Nagyon fontos. Egy szép fordítás nézzünk meg. Jó, egy Heine fordítást, amit mondja csak, hogy ki volt a fordító. Azt mondja, hogy Endrődi Sándor. Úgy van. Endrődi Sándor. Igen, és Budai Dénes csinált egy muzsikát hozzá. Na, akkor egy igazi sanszont. Na, akkor ezt elénekeljük. Nem mondjuk meg, hogy mi a vers címe. A végére rá tetszenek jönni majd. Jó. Borult le az alkony, a hullám szilajabban üvöltött. Ott ültem a parton és néztem a szilaj habtáncot. A szívem is tengerként szotogon sírt, féktelen vágy ragadott meg utánad. Te kedves egyetlen kép, kiszüntelenül köbben Oh!
örök ragyogó lángírás, s késő ókák messze jövendők, újonva olvassák a mennyei szókat. És akkor én most ehhez egy Goethe verssel fogok csatlakozni, jó? Jaj, de jó. A két óriás. A két óriás. Legyen egymás mellett. Jó. A kedves közelléte. Rád gondolok, ha napfényét fürözti a tengerár. Rád gondolok, forrásvizét, ha festi a holdsugár. Téged látlak, ha szélporozza távol az utakat, s éjjel, ha ing a kis palló a vándorlába alatt. Téged hallak, ha tompán zúg a hullám, és partra döng. A ligetben, ha néma csönd borullán, téged köszönt. Lelkünk egymástól, bármi messze válva összetalál. A nap lemegy, csillag gyúl nem sokára. Új össze. Jaj, de szép. Egyébként, tudjátok, az az érdekes, hogy a környező országok is dicsekedhetnek és dicsekednek nagy költőkkel. Nem beszéltünk az orosz világról, az orosz kultúráról, ami meghatározója volt Európának 19. században, és nagyon érdekes, mert volt egy költő, Lermontov, aki kicsit Petőfire emlékeztet. Korában is, abban a korban élt, amikor Petőfi, és majdnem, hogy olyan hamar halt meg, mint Petőfi, úgyhogy egy nagyon érdekes költő volt, és amikor mi tanultunk még annak idején oroszul az iskolában, akkor tanultunk egy verset tőle, a Párusz, a Belejet Párusz-ágyi Nókív Tumánye Morjágalubom, ami arról szól, hogy lebeg a tengeren egy magányos vitorlás, és vajon hova viszi ezt a vitorlást a sors? Hol fog kikötni, és megtalálja-e majd a boldogságát. Szóval ilyen szlávszkája dúsával, ilyen orosz lélekkel, és ilyen orosz, hogy is lehet ezt kifejezni? Ilyen, ez a szláv lélek. A szláv lélek, igen, a mély léleket szokták és mondani. És valami gyönyörűséges vers volt. Én emlékszem rá, és sok évre rá megtaláltam ezt, egy Várlamov nevezetű zeneszerző megzenésítette, és el kell mondjam nektek azt, hát Valérnak nem kell nagyon mondjam, hogy egy 8-9 évvel ezelőtt nekünk volt egy koncertútunk Moszkva, Leningrád, most ugye Szentpétervár, és Petrozavodszk, ahol 5 koncertet adtunk, és többek között ezt a Várlamov megzenésített verset is énekeltük, és irtózatos nagy örömmel fogadták. Emlékszel rá? Persze, igen. Nagyon igen, szép igen, útunk nagyon volt, és 5 koncertet csináltunk, fölmentünk egész az Araltóig mentünk föl. Igen, ugye? Igen. Úgyhogy hát szép út volt. Gyönyörű igen, út igen volt. Eléneklem nektek ezt a izét. Énekeljél, és utána elmondok egy orosz költő nőtől egy verset, nagyon jó? Nagyon jó. Várjuk szerintem. Nem mostani, múlt század, 20. Jó. Századbeli jó. Költőnőtől. Nagyon jó. Akkor jó. Ezt a nagyon akkor szép, nagyon szép és nagyon-nagyon-nagyon lírai és nagyon-nagyon tragikus színezetű költeményt, amit egy Várlamov nevezetű szerző megzenésített. Húcu, énekel, de elénekel szépen. Eléneklem nektek, jó?
Pane moria galubom, кто ищет он стране далекой, кто кинул он в краю родном, кто ищет он стране далекой, кто кинул он в краю родном. Играют вольный ветер свищет, и мечта гнется и скрипит. Убьют счастье, а не ищут, и не он счастье обижит. Убьют счастье, а не ищут, и не он счастье обижит. Hát ez volt ez a gyönyörű és nagyon tragikus színezetű vers 19. század közepe. Na halljuk ezt a 20. századot. 20. századot, hogy mi változott. Hát egy kicsit. Bella Ahmadulina igéző. Értem, ne sírjatok. Majd megleszek. Szelíd fegyencnő, boldog koldusasszony, délszaki lány, kit jeges szél csap arcon, szentpétervári hektikás kisasszony a sárgalázas délen. Megleszek. Értem, ne sírjatok. Én megleszek. Magas párkány szélén botolgó sánta, korhely, ki rodgyan kocsma asztalára, szűzanya arcát festegető árva isten pingáló mester. Megleszek. Értem, ne sírjatok, én megleszek, tudós diáklány, fején vörös bogja, az én virágzó verseimet hordja, s betéve tudja mind a kisbolondja verseimet, benne megleszek. Értem, ne sírjatok, én megleszek. Irgalmas nővér, irgalmas magányban, halálos harci egy nap a világban, a magam porzó csillag sugarában, vagy így, vagy úgy, valahogy megleszek. Egy kicsit ellentatján a levele. Igen. Ez már kicsit a mai nőnek. Igen, Jevtusenko felesége volt egyébként. Igen. De nagyon szeretem ezt a verset. Jó vers. Nagyon kemény. Izgalmas. Nagyon de jó. Hú, de jó. Ez egy Jevtusenkói fér is kell. Igen, természetesen. Igen. Na merre bóklászunk tovább ebbe a rengetegbe? Hát bóklászunk, én azt javasolnám, hogy jöjjünk vissza a 20. századba. Jó? Merre? Te most ott voltál a 20-ba, de én állandóan a 19-be mászom vissza. Na most javaslom, hogy jöjjünk még vissza a 20. századba, mert legalább beszéljünk egy kicsit Adiról, aztán igenis. Beszéljünk egy kicsit, ha lehet, Babicsról, József Attiláról, megint. Beszéltünk már rengeteget, de beszéljünk Heltairól, aztán beszéljünk Juhász Gyuláról. Hát mindenkiről na, nem lehet mindenkiről beszélni. Nem tudunk, de hogyha odáig eljutunk, hogy Adit, aki... Egy szép Adit hadd mondjak el. Bizony.
Kocsi út az éjszakában. Ah. Milyen csonka ma a hold, az éj milyen sivatag, néma. Milyen szomorú vagyok én ma. Milyen csonka ma a hold. Minden egész eltörött, minden láng csak részekben lobban. Minden szerelem darabokban. Minden egész eltörött. Fut velem egy rossz szekér, utána, mintha jajszó szállna, félig mély csönd, félig lárma. Fut velem egy rossz szekér. Ja, Istenem! Félelmetes. Félelmetes. Külön világ és félelmetes világ volt Adi költészete és az egész személyisége. Ugye mostanság sokat beszéltünk, mert évfordulója volt, igen. Úgyhogy én azt hiszem, hogy a magyar irodalomnak megint egy olyan géniusza volt Adi, akihez fogható, megint csak nincsen. Úgyhogy mindenki önállóan és külön-külön egymáshoz nem hasonlítható. Egyszer is megismételhetetlen. Igen, hát azért... Igen. Hoztam egy érdekes verset, amit egy kicsit hitvallásnak is hiszek, megkeresem, ha megtalálom. Juhász Gyula Krisztus a Vargával. Akarod fölolvasni, Judit? Nem szeretek blattolni, olvast föl. Na jó. Ez egy kicsit olyan arszpoétikája is lehet sok embernek. Na, megpróbálom. Belekontárkodom a te műfajodba. Eddig is megtettem, úgyhogy most már ez nem azt nem szoroz. Na jó, rendben van. Tehát Juhász Gyula Krisztus a Vargával. Mikor Szamárnak hátán a Szentvárosba tartott, az üzletek bezárva, virágosak a parkok, ott állt Ahasvér Varga a nép első sorába, és tele tüdejéből rikoltozott Hozsánna. Mikor vörös gúnyában a nép elé vezették, a virgácsok bíborral borították a testét, Ahasvér Varga ott állt, s mint bősz szelindek a csőcserékkel együtt ordítozott. Feszítsd meg! Mikor a föld megingott, az ég kárpitja megnyílt, a százados megbánta az emberfia vesztit, Ahasvér Varga ott állt, sápadt a nap, a hold, és mellét verve bőgte, ez Isten volt! Mikor nagy néha árván e rossz világba téved valaki, aki bátor, igaz, jó és az élet hozsannával, keresztel és pardonnal fogadja, butaság, mindig ott vagy, mint Krisztussal a Varga. Nagyszerű. Nagyszerű, igen. Kicsit aktuális most ugye, hogy húsvét táján, és hadd mondjak el, tegnap elmondtam a közönségnek egy történetet, hogy egy fiatal pap, aki hát első miséjére készül, és bejön a templomba egy részeg ember, és mond neki valami nagyon otromba sértő mondatot, és felnéz a keresztre ez a fiatal pap, és azt mondja, hogy Uram, én nekem ezeknek kell prédikálnom, ezeknek fogok én misézni. És azt mondja a kereszten Krisztus, hogy fiam, én ezekért haltam meg. Nem említett, felsoroltad, hogy kikről nem beszéltünk még. Igen. Mert Babicsot mondtam. Igen. Hadd mondjak el egy Kosztolányit. Nagyon jó. És azért szeretném elmondani ezt a Kosztolányit, mert egy kicsikét, de nagyon picit, ez a hármas itt most, ahogy beszélgetünk, egy picit
visszahoz nekem valamit, vagy azt a hangulatot hozza vissza, amit Kosztolányi ír, hogy lehet beszélgetni, versekről beszélgetni, zenéről beszélgetni, érzésekről beszélgetni, ez a bizonyos szalon hangulat, amit én aztán Óbudán próbáltam annak idején többször megteremteni, hol sikerült, hol nem, de hangozzék el a Kosztolányi vers. Jaj, hova lettek a zongorás estek? A végtelenből hova-hova estek? Most őssötét a házunk, mint a rablak, és fekete az ablak. Ki itt, ki ott, az élet olyan olcsó, a zongoránk is, mint bezárt koporsó. Csak nézem egyre, és mit úgy szerettem, egy képet látok Ódon képkeretben. Itt ültek ők, e vidéki szalomban, apám játszott őnékik andalogva, hangok zümmögtek, babonás varázssal szívünkre szálltak, fullánkos darázsraj. Úgy szúrt a szépség, és úgy fájt a bánat, hogy futni kellett ki az éjszakának. Sápadt arccal és túlvilági hangon szólítottuk meg lányokat a gangon. Benn az olajos függőlámpa égett, Lábújhegyen járkáltak a cselédek. Nénik kötöttek, és a tiszta csöndbe egy-egy kötőtű rebbent meg zörögve. A bácsik erőt pettyes, puha, sárga dohány aranylott a dohányszitákban. Dús ételek és cukrok kisdett halma, sötét rúm és bor, datolja meg alma. Az öregek ültek mélázva szépen, Kossuth Lajos is fölfigyelt a képen, Deák Ferenc is intett véle szembe, s a nyájas körre néztek elmerengve. Jaj, hova lettek a zongorás estek? Kihűlt a kép már, a keret üres lett. Nagyon jó átvezető zenét adtál, Valérkám. Nagyon szépen köszönjük. Én köszönöm. Úgyhogy lassan a műsorunk vége felé közeledünk. Nem hittük, hogy ez ilyen hamar el fog szaladni ez az idő.
és tulajdonképpen csak úgy belekukkantottunk egy-egy pontba az irodalom egy-egy szegmensébe, de valójában nagyon nem tudtunk elmélyülni, de nem is ez volt a célunk, hanem az, hogy próbáljunk a költők szemével látni, próbáljunk a ő szavaikat megérteni, az ő gondolataikat elfogadni, felidézni őket, igen. És hogy arra ösztönözzük egymást és azokat, akik esetleg nézik a műsorunkat, hogy a világban tényleg nagyon sok szép dolog van, és nem csak a költő szemével, nem csak a festő szemével, nem csak a muzsikus szemével, az előadó szemével, nem csak az előadók szemével, hanem általában keressük mindenben a szépet, mert a sors, a Jóisten rengeteg szépet ad az embernek, és ezt ki kell használni. És a költők minket erre ösztönöznek. Erre ösztönöznek, és meg kell halljuk a költők szavát. Juditkám, mit mondanál erre? Herta Jenő, Szabadság. Á, kedvenc versem. Tudd meg, szabad csak az, akit szó nem butít, fény nem vakít, se rang, se kincs nem veszteget meg. Az, aki nyíltan gyűlölhet, szerethet, a látszatot lenézi, meg nem óvja, nincs letagadni, titkolni valója. Tudd meg, szabad csak az, kinek ajkát hazugság nem fertőzi meg, aki üres jelszókat nem visít, nem áltat, nem ígér, nem hamisít, nem alkuszik meg hűbecsületéhez. Bátran kimondja, mit gondol, mit érez. Nem nézi azt, hogy tetszett őse, sem azt, kinek ki volt és volt-e őse. Nem bámul görnyedőn a kutya bőrre, s embernek nézi azt is, aki pőre. Tudd meg, szabad csak az, aki, ha neve nincs is, mégis valaki. Vagy forró, vagy hideg, de sose langyos. Tüzet fölöslegesen nem harangoz, van mindene, ha nincs is semmije, mert nem szorul rá soha senkire. Nem áll szemébe húzott vaskalappal, mindig kevélyen szembenéz a nappal, vállalja azt, amit jó társa vállal, és győzi szívvel, győzi vállal, helyét megállja mindig, mindenütt, többször cirógat, mint ahányszor üt. De megmutatja, olykor, hogy van ökle, szabad akar maradni, mindörökre. Most egy kicsit kihagyok belőle a végét. Jó. De nem azért dúlt érte harc, hogy azt csináld, amit akarsz, s mindazt, miért más robotolt, magad javára letarold, mert szabadabb szeretnél lenni másnál. A szabadság nem perzsavásár, nem a te árud. Milliók kincse az, mint a reménység, napsugár, tavasz, mint a virág, mely dús kelyhét kitárva ráönti illatát a szomjazó világra, hogy abból jó testvéri jusson, minden szegénynek ugyanannyi jusson. Még több jut egynek, másnak kevesebb, nincs még szabadság, éget még a seb. Amíg te is csak másnál szabadabb vagy, te sem vagy még szabad. Te is csak gyáva rab vagy. Nagyon szépen köszönjük. Elnézést valaki kér közben. De hát ilyen az a legkevesebb. Én szeretném majd befejezni az egyik kedvencemmel a ma estét. Lehet? Lehet, elköszönünk. És akkor utána... Elköszönünk, és aztán én fejezem be. Igen. Jaj, de jó. Jó? Jó. Kedves közönség, április 11-ének az ürügyén jöttünk össze, a költészet ünnepének az ürügyén jöttünk össze, Merényi Judit előadó művésszel, Hegedűs Valérral, zongora művésszel, és jó magam Csák József operistával. Próbáltunk a költészetről elmélkedni, próbáltunk feleleveníteni gondolatokat, elképzeléseket.
nem az okoskodás vezetett minket, hanem a gondolkodás, a mögélátás, a belelátás, a jobban megért, való megértés irányába való elmozdulásunk. Szeretjük ezt a műfajt. Szeretjük a költészetet, szeretjük a muzsikát, és szeretünk mindent, ami a művészet és az emberi alkotások végeredménye. Reméljük, hogy kellemes estét tudtunk önöknek szerezni, és én úgy érzem, hogy a magyar költészet, de általában a költészet megér annyit, hogy egyszer-egyszer leüljünk és hangosan gondolkozzunk, és gondolatokat ébresszünk önökben is. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak minket, reméljük, hogy jó szórakoztak, és előfordulhat, hogy ennek még folytatása is lesz, mert emlegettünk itt egy csomó olyan költőt, jelenkorunk költőit, akiket érdemes lenne idehozni, és egy kicsit vallatóra fogni. Köszönöm, hogy meghallgattak minket, jó éjszakát kívánok! Szabó Lőrinc, hangverseny után. A hegedűk végeztek, s úgy megyek most haza a hangverseny után, mintha agyamban rakott volna fészket egy egész liget csalogány. Még bennem a hegedűk remegése, idegem zizeg valahány, visz az autóbusz, de dalába burkol egy egész liget csalogány. Robog a kocsi, és semmit se hallok. Oly jó ez a zsongó magány, mint felhőröbdös körül, és emelget egy egész liget csalogány. Mintha felhők vinnének, úgy röpülök, úgy visz a kocsi, oly puhán, és leszállunk a budai hegyeknél, én és egy liget csalogány. És ahogy fölnézek a tavaszi égre, e szép, magányos éjszakán, csillagok ligete csattog köröttem, s egy egész égbolt csalogány.